Koncert előtt tudunk beszélgetni egy kicsit Gus G-vel, a gitár fenomén, a Gus. Thank you for your Gus, time. Köszönöm szépen. Thank you. Hogy időt szakítasz erre. Latest album, a legutóbbi albumod, a Félelem nélkül, a Fearless. Kire vonatkozik a címe ennek az albumnak? You maybe? No, esetleg rád. Not specifically me, nem, konkrétan nem, nem magamra vonatkozik, nem rám, hanem azt gondolnám, hogy ez egy olyan cím, ami mögött nagyon sok minden van. Ez talán egy nagyon jó életszabály az embereknek, mert azt gondolom, hogy az emberek az életben általában egy csomó mindentől félnek, és ezért nem csinálják azt, amit szeretnének csinálni, pont azért, mert félnek. Mindegy, hogy mitől, néha a kudarctól, vagy hogy csalódást okoznak a barátaiknak, a családjuknak, embereknek. Úgyhogy erről szól a Fearless, a Félelem nélkül, hogy ne ezzel foglalkozunk, hanem azt csináljuk, amit valóban szeretünk, mert azt gondolom, hogy csak ez az egy életünk van. Az albumon egy Dire Straits híres száma is ott volt, a Money for Nothing. Ez fontos számodra? Ez a dal, ez a szám, különleges. Tudod, hát ez egyik olyan szám, amivel fellőttem, ez egy örök klasszikus számomra, és ez a feleségem ötlete volt egyébként. Borítót kerestem, pontosabban egy borító dalt kerestem, és a feleségem azt mondta, hogy mi van a Money for Nothing-gal. Úgyhogy kerestem egy picit a neten, online, hogy vannak-e utóbbi időben megjelente. Úgyhogy mivel nem találtam ilyet, azt gondoltam, hogy ez a jó ötlet nekem ehhez az albumhoz. Ez a harmadik alkalom, hogy itt vagy ezen a hajón? Ugye voltál már itt a Firewind-el. Igen, itt voltam a bandámmal, a Firewind-el kétszer voltunk itt, 2018-ban már egyszer, és korábban még 2017-ben. De az első alkalom a szóló bandámmal, hogy itt játszom. És most megint akkor ez egy szólósor lesz, ugye? Igen. Hogyan tudod beosztani az idődet és az energiádat a Firewind és a szóló fellépések között? Hát, megpróbálok legalább egy évre előre programot és ütemtervet csinálni, úgyhogy általában egy év a Firewind-el, aztán a következő nélkülük, úgyhogy így próbálok szerepet cserélni a két banda között, és ettől érdekesek a dolgok. Játszottál korábban Ozzy Osbourne-nal. Tudsz valamilyen érdekességet vagy sztorit mondani az együttműködésetekről, még a kezdetekről például? Hát, nagyon-nagyon jó sok vicces sztori van, egy nagyon vicces srác ő egyébként, de hát az a helyzet, hogy nem volt semmilyen őrületes rock'n'roll sztori, amiben mondjuk drog volt, vagy ilyesmi. Manapság ő csak teát iszik, és egy csomó minden jó dolgot csinál. Egyébként néhány nappal ezelőtt volt a 70. születésnapja, úgyhogy 7 évet töltöttem ezzel abban a bandával vele, és nagyon sokszor körbe túrnéztük a világot, albumot csináltunk, életem legjobb időszaka volt. Kapcsolatban vagytok? Hát jó néhány éve nem beszéltem már vele, néhány éve egy fesztiválon találkoztunk, de nem beszéltünk akkor. És hát ma a mai fellépés, a mai koncert lesz az utolsó ebben a turnéban. Mit fogsz csinálni ezután? Hát hazamegyünk karácsonyozni. Karácsonyozni, akkor szünet lesz? Igen, szünet lesz. Pihenni fogsz tudni? Igen, egy hónapig. Aztán január elején megint indul az egész, néhány fellépéssel Angliában, Svájcban, aztán hazamegyek Görögországba, egy görög turnéra. Tehát akkor tele van már a következő éved. Hát igen, mondhatni. A szóló bandával fogok turnézni egészen február végéig, aztán lesz néhány hónap szünet, talán még egy albumot össze tudok addig tenni, és aztán nyáron pedig a Firewind-el kezdünk megint. Néhány héttel ezelőtt, talán múlt héten kiadtál egy videót, méghozzá a turné buszotok
Oh, igen. Hiányzik neked? Vagy hiányozni fog? Az egész turnén? Hát nagyon sok időt töltök turnébuszokon, úgyhogy nem fog igazából hiányozni, inkább a saját ágyam hiányzik. De tudom, hogy előbb-utóbb megint csak az útra lépek és turnébuszon leszek. És van időd arra, hogy körbenézzél Budapesten, sétálj egyet? Hát ma nem, ma este erre nem lesz idő, és ma sem volt idő erre, de már töltöttem itt időt a múltban, és egyébként mikor Ozival voltunk itt, akkor itt voltunk Budapesten jó néhány napon keresztül, és akkor tudtam körbenézni, sétálni, és nagyon szép emlékeim vannak erről a városról, ez egy csodálatos, gyönyörű város. És hát bárcsak lenne még több időm ma, de nem volt. Remélhetőleg a következő alkalommal. Nagyon szépen köszönöm neked, köszi az interjút, és jó koncertet. Köszönöm szépen. Good evening.